Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. Tudnám folytatni most ezt a témát, ugyanis a választások előtt 22. január 1-től ugyan 20%-os béremelést ígértek a szociális dolgozóknak, amely, mint utólag kiderült, a minimálbér és a szociális ágazati összevont pótlék emeléséből állt össze. Akkoriban a dolgozók átverve érezték magukat, mert a plusz 20%-ot a minimálbér emelésen felülvárták. Az idei évben pedig január 1-ével fizetésemelést csak maximum megemelt összegű minimálbér és a garantált bérminimum jelent, ami reál csökkenéssel jár, már csak arra tekintettel is, hogy a januári infláció az 25,7%-os volt. Még egy figyelemre méltó dolog, hogy a közalkalmazotti bértámlát utoljára 2008-ban módosították, ezért már szinte teljesen egészében a minimálbérnek és a középfokú végzettséget igénylő munkakörben alkalmazandó garantált bérminimumnak felel meg. A Mi Hazánk mozgalom egyetért a szakszervezetek diplomás minimálbérre vonatkozó követelésével, amit legalább a garantált bérminimum 130%-ában kellene meghatározni. Az elmúlt 30 év kormányai a szociális dolgozókra szemmel láthatóan érzéketlenek voltak, miközben a megalázóan alacsony fizetésért nap mint nap emberpróbáló munkát végeznek. Nem csoda tehát, hogy az ágazat egyáltalán nem vonzó a fiatalok számára, és megközelítőleg 30%-os munkaerő hiánnyal küzd, miközben nélkülük nem működne a társadalom. Kérem tisztelt államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy a családbarát politikájával büszkélkedő kormány miért nem becsüli meg azokat a dolgozókat, akik időseinkkel foglalkoznak, és a gyermekotthonokban élők számára a családot jelentik. Az élelmiszer alapú nemzetgazdasági érdekekkel szembe menő kínai akkumulátorgyárnak szánt 320 milliárd forint támogatást például miért nem költi inkább a szociális ágazat bérrendezésére a kormány? Köszönöm szépen!